sikerült. Logika is megvan. Jó, oké, okay. Rendben van. Mennyivel van meg a logika? Egy sikerponttal. Oké, nem csak. Jó, szóval biztos, hogy a Megosz benneteket, de jó eséllyel a birodalmi flottának a dolgait is le akarja ezzel tapogatni. Szóval kérdés, hogy mit csinálsz ezzel? Megpróbálsz te ezzel nekiállni birkózni, ami jó eséllyel időszűkében nem feltétlenül lesz sikeres. Plusz neked ilyen nagyon külön álló programjaid nincsenek, tehát igen. Ez olyan. Nekem ilyen szólhatsz a flottillásoknak, akik kitörölhetik a rendszerből mindezt. De akkor arról a Megosz is tudni fog. De arról a Megosz is tudni fog. És jó esélye azt is tudni fogja, hogy te voltál ebben az egészben. Szóval a kérdés csak az az, hogy a lojalitás hova húz ebben a... Itt kevésbé a lojalitás, mint az, hogy nem fogom tudni megoldani a dolgot. Esetleg egy olyan megoldásrendszer működhet-e, hogy elkülöníteni a vírust, és úgy bizonyos részeket átadni neki. Tehát, hogy nem a teljes beszélgetéseinket hallgatja le, hanem bizonyos időközönként. Security. Jó. Ez nincs bejelölve. Ez nekem pár másodperc ennyi. Tehát, hogy ez semmennyi időt nem lesz a figyelembe. Ugye pont emiatt a technolingva miatt, tehát ti csak azt halljátok, hogy egy picit így morog a sisakja alatt. Igen, tehát hogy... Meg átudítózza. Nem úgy csipok, hanem ilyen mélyebb, tehát ilyen... Egyen megvan. 63-ra dobtam. Jó, oké. Okay. Technikailag lehetséges, hogy izoláld a pontot, azonban ekkor realizálod azt, hogy ez nem egy program, ami fut, hanem 6-ot tunkolt bele a rendszerbe. Úgyhogy ez vagy egy teljes reboot, és akkor az wipe-olja, vagy semmi. De a reboot mennyi időt venni igénybe? A reboot az nagyjából egy órás valami, de ez nem csak a ti dolgaitok, hanem az egész hajónak a rendszere. Még csak a páncélunkat nem tudom rebootolni? Azt rá kell kötni olyankor a hajórendszereire. Ahonnan ugye újra megkapja. Így van, pontosan. Valószínűleg abban is benne van már. Jó esélyt látsz rá, hogy a Gaunt által használt... hát... Gauntlet. Gaunt. Ja. Jó, tehát hogy a Gauntnak ezen a kesztyű termináján keresztül... Ezt jutott be. Nem, igen. Lenyúlta a kódot, és a kódot felhasználva tömte be magát a rendszerbe. A jelenlegi státuszunk szuboptimális, a bolygó felszínen kijavítjuk és optimalizáljuk a helyzetet. Ultra. Én erre egy egyszerű kézjelet használok, hogy... és ez a... tehát ez az offon vagyunk. Na, én meg ezt így ránézek, és akkor így... faszról beszélnek. Én már értem, igen. Így már értem. Na, én akkor leveszem a sisakot, felakasztom az övemre, és... mutatom nekik, hogy vegyék le a sisakokat. Előveszem a Codex Astral, csak mert jó, és visszanyitom ott. Páros vagy páratlan? Nem mondom, hogy nem fogom megtalálni. Páros vagy páratlan? Páros vagy páratlan? Páratlan. Igen, tehát előveszed a Codex Astral-t. És elkezdem visszalapozni azt az oldalt. Melyik oldalt? Ahol a passzus volt, miszerint igazából mindent elkövethetünk azért, hogy... Felcsapja magát ott a könyv. De így látod, hogy így pörögnek végig az oldalak rendesen. Látjátok már automata? Az igen. Ilyet a te csapja, hogy nem tudnak mi bazd meg, mi? Ilyen csak a Codex a starting. Mondd még egyszer a G-könyv, mondd még egyszer! Korni, ezt tábogedelted így neki? Nem. Egy ilyen automata célzókát az égkarnom is beépíthetnél. Hát hogy ne? Nem. Na akkor... és akkor így igazából eléjük fordítom a könyvet, és mutatom a passzust. Elolvassátok mind a kettőt. Aha. Ugyanaz. Mm-hmm.
és csak úgy merő kíváncsiságból van nálunk esetleg Purity Seal-hez meg Out of the Moment-hez való papír, hogy el lehessen kezdeni írni őket? Nem. Hát ez nagyon szomorú. Te most hoztak ki az ávótól. Nem vicc. Jó, akkor ez nem lesz szép, de működni. Ez a hajó egyébként Spire-é, vagy... Ez a Spire hajója, igen. Nem átvisznek benneteket hamarosan majd. Én akkor igazából ott, ahol a... Már úgyis tökretettem az asztalt. Csodás. Ott... Ja, a sisaktartóban, igen. Igen. Én ott, hogy is mondjam, elkezdek savat termelni. És még rá is köpsz? Nem. És hát ilyen, elég ilyen csúnyán, de megnyalom az ujjamat, és elkezdek írni vele. Oh, bele égeted az asztalba? Aha. Milyen nyelv? Hát szerintem alapból high-gótot szoktunk beszélni. Uh-huh. Úgyhogy szerintem high-gótikú kezdene. Nem, low-gótikú, mert az rövidebb és egyszerűbb. Jó. Tudtok én neked rövidebb és egyszerűbb betűt. Jó. De, és mi ére, hogy én a csúgyátokat van. Igen, igen, nekem is eszembe jutott, Gyugi. Mit írsz? Azt, hogy üzenetet... Mit írsz, azt arra csak mondjad. Azt, hogy üzenet Spire-nek. Az Eldákkal a tárgyalás javallott. Ezt így belevésed az asztalba. Hát konkrétan valahogy üzenet akarok neki hagyni, ami nem feltűnő. Írja neki galamb. Nem feltűnő! Jön Mari néni a takarít, és így, mi az Isten az a Mari? Tehát ez meg... De igazából ezt ugyanúgy nekik is írom. Milyen van, persze. Mondjuk azt vágod, hogyha logotikod hogy írulod bele, akkor azt kb. Mindenki el fogja tudni olvasni a hajón. Mari néni is a takarító. De hogyha meg high gothicú kezdem el, akkor meg nagyon hosszú lesz, és... Hát elég hosszú az asztal, nem? És oda írja az ízét megjegyzésbe, hogy Mari néni, ha takarít, akkor ezt így valahogy fogasszal el róla. Jó. Polírozza le újra az asztalt. Jó. És a következő, amit így ez a... Ugye a legvégére írnék, ez a no vox, és kétszer így aláhúzom. Jó, én annyit szeretném még, hogyha ugye ezt mutatta, hogy így ne csinálom semmit, hogy így leesett a dolog, és hogyha elkezd firkálni, akkor én meg elkezdek pofázni. Ilyen megnézni. Kicsit ide kapcsolódó dolgokkal, hogy ha akik lehallgatnak, azok hallják, hogy ne az legyen, hogy most valami történik, és most biztos valamit csinálunk, hanem hogy hallják, hogy ötletelünk, de igazából csak elkezdem újra mondani dolgokat, hogy jó, akkor az egyik fél azt akarja, a másik fél azt akarja, és akkor csak visszaismertem az információkat, amiket mondtak ott a dologról. Gergőt, amit akartál? Bocs, még egyszer. Egyrészt körbenézek, hogy vannak-e kamerák a teremben. Uh-huh. Vannak. Jó, másrészt a korszak lehallgató is van, úgyhogy amit elkezd írni ezt a cuccost, útra. Igen. Jelenlegi pozíciónk szuboptimális. Induljunk a bolygóra. Ah, értem. És akkor... Igyekezzünk a feladatunkkal. És így lehet törlődni. Beleküld a tenyerére és lehet törlődni. Most, hogy tiszta legyen, egy ilyen jó 6 méteres üzenetet ír. Igen, azért mondom, tehát, hogy... De tehát, hogy nem egy ennyire írtad ki, hanem tehát így tényleg az asztalnak az egy harmadára így végig. Meg tudom, hogy nem ekkora az újat, hanem ekkora. Igen, tehát... De ő elkezd írni, ő már egyből körbenézett, hogy kétlem olyan húdosokat beleírt. Ne, végigírta, tehát ő végig kianalizálta a helyzetet. Jó, oké, mindenki fölír magának 500 XP-t. Ezért az egészért, jó. A Gergő a nyomozásért, erre az asztal nyalásért. A Mörli pedig ezért, hogy fedezi az asztal nyalását. Igen, az egy nagyon okos, de bármelyik ilyen filmben eltanulható. Tanuljátok is, jó! Mert konkrétan most kivédett vele egy következő jelenetet. Igen, a Nima csend az nagyon zavaró tud lenni, hogy ott valami történik. Ja, igen. Jó, oké, rendben van. Tehát kérdésem, ott hagyod az üzenetet? Nem, elkezdem letörölni, hogyha jó, jelzi hát a... Letörölni, úgy tudod letörölni. Hát, konkrétan elkezdem átégetni az asztalt a
Jó, most, hogy én segítek a másik oldalon rendülő közben. És akkor még azt is mondták. Jó, elkezditek sikálni. Lehet igazából, hogyha így nem tartom tudottan... Folyik el az asztallap, tehát hogy... Gyorsnak, akkor csak ennyit csinálok. Jó, te azt nézed, ahogyan a kettő csatatestvéred hősiesen csulázik az asztalra. Édes. Jó, és tehát folyik el az asztallap, amikor tényleg csak ilyen nagy fémes csöppökben végén, máladzik el az egész. Amikor már csak egy ilyen ekkor darab marad kb. A végéből, vagy egy ilyen ekkor darab, akkor megmondom neki, hogy vigyázz onnan, mutatok egy praktikusabb és hasznosabb bosszat, és előveszem a plazopisztot, és kisütöm vele az asztallapját. Ne, lelövöldözjem ezzel a szerencsétlen hajó. Ha ezzel meg vagyunk, akkor... Az asztalból egy ilyen ekkora ovális rész, ez alapvetően is már így inog, amikor is előveszi a plazopisztot, hogy... belelő, és így lehet látni, hogy így egy pillanatra így megáll az egész, és aztán a közepén, ahol van ez a tartó pillér, arról így körbe így leesik az egész a francba. Összezúzva az összes széket, ahogyan így álltok, akkor veszed észre, hogy az alatt, amin ültél a szék, az amúgy konkrétan az egyik fel az így be van így horpadva a súlyod alatt, így jobb hátrafele. Én igazából csak így ránézek, és ez a orvó testvér. Ideje mennünk. Beszélgetnünk kell a Trigger Discipline-ről. Most már tényleg. Deus testvér. Még egy százas. Beszélgethetnénk a harci hatékonyságról is, ha már így vagyunk. 200. Hatékonyság az, hogy végre elkezditek olvasni ti is a könyvet, és akkor hasznos információt. És tenni fogtok! Deus testvér. És ezzel egyik lezárok, mint a beszélgetés elindulok kifele. Deus testvér, a könyv csak egy útmutatás. De hát én olvastam! Azt hiszem kétszer is. És utána nem volt elég. 10 perccel később a kápolnában. Nem érdekel! A kápolnál előtt nem kéne választanunk lídert? De! A kápolnában választotok lídert, nem érdekelsz! Jó, kussaj! Te is! Szóval... Te is! Jézusisten! Jó! Bementek a liftbe, sírikus! Ő neki így a nyálát így törölgeti le onnan, ő ott áll és vigyorog, hogy ő olvasta ilyen, ő meg ott áll sztoikusan, hogy bazd meg. Felértek a kápolnába, már lépnétek be, amikor is... Viszont most már igen? Tudok az omnisájához imádkozni tekvalingval. Ami számukra rendkívül fura lehet. Úgyhogy ez király. És te hol fogsz imádkozni? Nem, menet közben is tudok. Tudod, én mantrákat mondom. Ja, jó, azt hittem, hogy van kis shrine, amit szeretnénk. Nem, csak én vagyok a shrine. Jó, oké, nem. Fúj. Hát, hogy elkezdesz kaptogni, akkor megkérdezlek egyébként, hogy minden rendben van. Hőmérő, koronavírus. Igen. Furál kapcsok, vagy kattog az állkapcsot. Igen. Igen. Ez enyém is csinál. Jó. De okay. Volt kevés a szentelt gyépolaj? A borsó sincs kevés. Tehát még mielőtt belépnétek, a McCloy oda nyújt, Ki a parancsol? Kap az észrejző, hogy várja. Most okos vagyok. Oda akkor megyünk be, hogyha már van parancsok. Ultra. Itt a folyosón vagy? Lépjünk vissza a liftbe? A liftben vagyunk, nem? Hát a lift már kinyílt, de abba álltok, igen. Ja, jó, oké, okay, akkor... Akkor addig így visszacsukom a lift ajtaját, és megnyom egy lefelé menő gombot, addig az maradjon is csukva. Látod amúgy, hogy csukodik a lift, hogy a papa, aki ott áll, az így néz, hogy így mi a f***. És így... Egy perc! Elnézést, hogyha valamit meg kell beszélni, hogy zárul. Jó, csukodik, indultok. Megnyomtál egy gombot, mentek lefelé. Igen. Na, szóval, hogy csak meg kéne beszélni, hogy ki lesz a főnök, meg a leader. Én megnyomom visszafele vezető gombot. Attól még megnyomtál, igen, most már lemegy. Szóval én azt gondolom... Biztos, hogy benne? Itt most igen. Végül is a technopapoknak fogadtuk el a küldetését, és egy nagy titánt kéne előkészíteni az utazásra, illetve az anyukóból is ki kéne menekíteni egy úriembert. Én úgy gondolom, hogy közöttünk te értesz a legjobban a techno dolgokhoz, és lehet, hogy te lennél erre a küldetésre a legjobb parancsnok. Nem feltétlenül. Hát... Én inkább én rátszavaznék most. Ameddig a technológiai eszközökkel
egy bevetés során a technológiai eszközökkel vagyok elfoglalva, addig valakinek a körülöttem lévő környezetet is figyelnie kell. A csapatot vezetnie kell. Ki tudsz utasítani. A csapatot is vezetnie kell. Ultra biztos bizonyította, hogy tud vezetni egy csapatot. Én benne vagyok abban is, de... Akkor köszönöm Ultra. A bizalmat. Én elfogadom, hogy én legyek a... Akkor Gaius. Tesa. Szóval... Dobjál nekem létszésébe a power-t. Mi az, hogy elfogadom, vagy azt, hogy nem akarom elfogadni? Mind a kettő. Igazán dobom. Te 92-vel hallod? Ez neked túl egy megtiszteltetés. Kétszer egymás után nem biztos, hogy nem! Nem. Köszön volt két küldetés. Ne. Valóban. Nem, not official. Nem Death Watch mission. Akkor is volt commander. Ő kijelenti, hogy ő nem. Fölrakja a kezét, hogy... Én rászavazok. Ettől függetlenül. Megtiszteltetés vagy nem megtiszteltetés. Én elsősorban rád. És hogyha ebben nem értünk egyet, akkor bele vagyok abban, hogy Gaius-t. Gaius-t akire szavazol? Dönts. Rám ne, én nem akarok főnököskedni, nem vagyok rá jó. Csak azért is rám fogok. Kiváló harcos vagy Armstrong. Ezt bizonyítottad már az elmúlt fél évben. Annyira volt. Kb. Kétszer küzdöttünk együtt. Az épp elég bizonyíték. És akkor is mindig megölted előlem, akiket kiszemeltem. Nem voltál... Akit nem kellett volna. Nem voltál optimálisan fókuszált, de ettől még kiváló harcos vagy. Ne, őt szavazok meg főnöknek. Azzal nem értesz egyet? Gaius. De ő nem akarja. Én sem akarom. Te nem mondtad, hogy nem akarod. Én nem vagyok benne jó, és nem akarok. Én azért értem ide a Death Watchba, hogy ne kelljen kitalálnom, hogy mit csináljunk, hanem csak szépen ellépet, szóval megcsinálhassam azt, amit meg kell. Én nem vagyok jó főnök. One eternity later. Lejöttem a földszintre, most indulunk föl. Igen. Fölírva is, még egy pillanat. Leértek amúgy az alsó szintre, ott egy valag guardsman gyakorlatozik, és kinyílik az ajtó, hogy mindig haptágba vágja téldre. Ne, hát ők mást várnak. Ja, igen. Mindig tisztelek, ez? Te leszel a vezető. Nem, hogy nyílik az ajtó, akkor így kinyílik, egyből hátalában vagyok mindenki, és így az a fekvő szép volt. És így csukod be az ajtót. Ne, én csak adja, hogy ez a... Folytassák! Ez a Carry-on. -2 renown. Jó, szóval én azt gondolom, hogy ő a legalkalmasabb most erre a küldetésre. És ha nem értesz velem egyet abban, hogy ő legyen a főnök, akkor viszont veled értek egyet abban, hogy akkor viszont te. Igen. Mert te metettél az asztalra. De elsősorban, hogyha te azt mondod, hogy ő legyen főnök, akkor megszavazzuk őt. Ha nem, akkor téged fogom. Az, hogy ő se szeretne főnök. A technológiai, hátterem és a Omniszájába vetett hitem nem feltétlenül érzem, hogy optimális vezetővé tenni. Tenne engem de. Ebben a csapatban. A technológiai háttered az pont... Épp az, hogy de. Az pont, hogy erre. Ezt nem kell tudni. De... Jó, oké. Okay. Technológiai... Tudod, ha vele dobattam, veled is dobattam. Dobjál nekem egy logikát, légy szíves. A technológiai háttered a technológiával kapcsolatos küldetésekre pont... Asztorvat. Megvan? 0-3. 0-3. 0-3? Hát igen. Nagyon jó. Hát nálad tökéletesebb nincs erre a misszióra. Figyelj, a logika, az omnisiás, a magosz, az archmegosz, a kibaszott skitári. Figyelj, ez te vagy, igazándiból. Mind a tiéd, hogyha úgy nézzük, de főleg a miéd. De amúgy a tiéd. Tehát, hogy... Ultra, mit mondod? Osztod Sigma véleményét? Még akkor... nem kezdtük el a küldetést, Armstrong! Akkor azt mondod, hogy te szeretnél... Nem szeretnék. De alkalmas meg. De ha nincs más, aki elvállalja... Hát nekem tudatlanul megtiszteltetés lenne egymás után kétszer is irányítani ezt a kill teamet, úgyhogy akkor... Akkor legyél te. Rendben. Ding!
Voltak, hogy nyílik ki. A pap megmondta, a papagéper adjuk egy cigire. Szerintem a fasz, ameddig malmozunk és hallgatjuk a lift zenét. A lift az elmúlt három szinte már így lelassított direkt, hogy megvárjon minket. Ja, oké, akkor ezt megbeszéltük. Egy és három negyed órán keresztül tartom megbeszélni azt, hogy mi a küldetés, és ki a főnök. De haladunk! Szuper!